Hey, és már vissza is tértünk, és itt is van mellettem más téma, aki elhozta nekünk a legeslegújabb videóklipét, ami a Méterről Méterre címet kapta, ugye pár hete jelent meg. Így van, azt hiszem nagyjából 3 hete, sziasztok, jó estét! Van egy olyan ötletem, hogy szerintem nézzük meg, mert lehet, hogy nem ismernek nagyon-nagyon sokan, és akkor ebből ez biztos, hogy így van. És akkor ebből a klipből vagy a zenéből kicsit be tudnak valahova sorolni téged. Jó, úgyhogy egyetértek. Nézzük is, meg utána beszélgetünk. Hogy az ember mit gondol, hisz nem mindegy a végén, ki kit kárpótol, a lényeg legyen elég reményed. Előbb-utóbb bejön, ha mondod a véleményed, de csak ésszel, néha hallgatni kell. Bólogass haver és csendben figyelj, ez egy játék, ahol kevés az árnyék, de a sötétség nagy, és nincs meg a szándék a jóra. Hiába hallgatsz a szóra, ha ketyeg az óra, és nem veszik fontolóra, amit mondasz. Belülről bomlaszt a rendszer, a butaság ellen, te legyél a fegyver néha. Nem jön be mindig ugyanaz a séma, tudod, váltani kell akkor is, még ha ez nehéz, lehet 10 000 lenézd, a végén marad egy kéz. Méterről méterre, annyi akadály, készülj a B-tervre, akkor is, ha fáj. Ha azt érzed mégis, hogy nem bírod lélekben, ez a dal adhat erőt az életben. Méterről méterre, annyi akadály, készülj a B-tervre, akkor is, ha fáj. Ha azt érzed mégis, hogy nem bírod lélekben, ez a dal adhat erőt az életben. Fontos, hogy engedd el magad, ne görcsölj rá, ja. És ne legyen harag benned. Mert ha nyugodt a lelked, tudni fogod mindig, hogy mit kell tenned magadért. Állj ki a szavadért, tisztelet minden hősnek, ki hazatért. Nehéz lehet újra élni, ha az ember az emlékeit újra éli, de százszor mondták, hogy legyek én is bátor, és ne holnaptól, hanem mától. Ha semmi sem gátol, az ösztön vezérel, és minden magától. Megy az a jó, légforma bontó, tökéletes, sejet csak megosztó. Javítás nem kell, sem igazítás, mert az igazi a hibáitól igazítás. Méterről méterre, annyi akadály, készülj a B-tervre, akkor is, ha fáj. Ha azt érzed mégis, hogy nem bírod lélekben, ez a dal adhat erőt az életben. Méterről méterre, annyi akadály, készülj a B-tervre, akkor is, ha fáj. Ha azt érzed mégis, hogy nem bírod lélekben, ez a dal adhat erőt az életben. Haladok egyenesen előre, méterről méterre, visz a szív, bírom erővel, méterről méterre. Annyi akadály van még előttem, méterről méterre. Az a cél, hogy magamat legyőzzem. Haladok egyenesen előre, méterről méterre, egyenesen előre. Visz a szív, bírom erővel, méterről méterre. Nincs megállás, annyi akadály van még előttem. Leküzdöm őket, leküzdöm őket. Az a cél, hogy magamat legyőzzem, legyőzzem, magamat legyőzzem. Méterről méterre, annyi akadály, készülj a B-tervre, akkor is, ha fáj. Ha azt érzed mégis, hogy nem bírod lélekben, ez a dal adhat erőt az életben. Méterről méterre, annyi akadály, készülj a B-tervre, akkor is, ha fáj. Ha azt érzed mégis, hogy nem bírod lélekben, ez a dal adhat erőt az életben. Na igen, ez volt más témától a Méterről Méterre, amit egyébként a YouTube-on is vissza lehet nézni, hogyha valaki most lemaradt volna róla. Nem is tudom, hogy hol kezdjük egyébként a klippel, vagy beszéljünk egy kicsit róla, de szerintem inkább beszéljünk egy picikét róla, tehát hogy mit lehet róla tudni. Hát önéletrajzot nem akarok most így hirtelen előadni. Igazából ami a lényeg, hogy én a költészetet kedvelem, illetve kedveltem már egészen kicsi korom óta. Ennek van egy családi vonatkozása is, mert édesapám is írt verseket egészen sokat, édesanyám pedig hosszú időn keresztül magyar töriszakos tanárként oktatott. Ebből jött valószínűleg az is, hogy én is megszerettem a költészetet, és elkezdtem először csak kicsi verseket írni, majd megismerkedtem az akkor még talán jól elkülöníthető
mainstream-es underground rap között az underground-dal. Uh-huh. Nagyon megtetszettek azok a dalok, és aztán úgy voltam vele, hogy miért ne próbálnám ki magam, és tulajdonképpen így alakult ez a dolog, ami egyébként egyelőre természetesen csupán hobbi, és talán a kedves nézők a klipből is látták, hogy ez nem egy több százezres nagy költségvetésű klip. Amikor nem én voltam és nem én rappeltem, akkor az összes nittet én vettem fel saját kezüleg, pedig nem vagyok operatőr, de ez nyilván látszott is. Amikor pedig én rappeltem, akkor az pedig a videóban szereplő Bálint, ő a futó srác, ő volt az operatőr akkor, úgyhogy ez a teljesen kis költségvetésből jól sikerült forgatás utánnak egy tulajdonképpen így lecsapódása. Ahogy azt a klipalt is beszéltük, hogy ez gyakorlatilag rap. És akkor mondtál egyébként olyan érdekességet, hogy Magyarországon nagyon sokan azt gondolják a rapről, hogy a káromkodás csak, de hogy te nem ilyenben utazol. Igen, nekem nagyon nem jön be az, amikor egy adott rapper 10-ből 9 számában elmondja, hogy őt az utca nevelte, és hogy így az utca, úgy az utca, ő a legnagyobb király, és ezt csupa káromkodással teszi. Szerencsére azért vannak már olyan előadók, például Deniz is kint ül, ő is ezt az erősebb és intellektuálisabb vonalat képviseli. Rajta kívül, ha még kell említeni, akkor valahol azért a Punani Masszív az, amit most már tényleg mindenki ismer, ők már talán nem is rap, hanem egy jól működő pop csapatnak nevezhető. Nekem ők azok, akiket szívesen hallgatok, és akik valahol példaképek is ebben a műfajban, és hogyha hasonlítani kell valakire vagy valakikre, akkor szeretnék hozzájuk húzni, de sajnos még mindig azt mondom, hogy ha rap, akkor káromkodás 80%-ban, és azért név nélkül nem szeretném őket megnevezni, de vannak olyan előadók és csapatok Magyarországon most is, akik több tízezres Facebook látogatottsággal és lájkoló számmal rendelkeznek a kék oldalon, és 10-ből 9 daluk tényleg arról szól, hogy hát mondjuk a lányt hogy tették magukévá, és hát hogy mennyire ők a királyok. Ezek a vet lájkok. Igen, így is nevezhetjük, csak ugye szerintem az a rossz, hogy ezek a 14-15 éves kisrácok, kislányok, akik eljárnak amúgy a koncertjeikre, ők ezt zsigerből skandálják velük együtt, tulajdonképpen azt sem tudva, hogy mit mondanak. Aha, tehát a mondani valóra akkor erősen hát arra. Szerintem az nem lenne rossz, végülis a rapnek a fő lényege talán a mondani való lenne, és én erre próbálom hangsúlyt helyezni. Na beszéljünk kicsit erről a klipről, ugye hál' Istennek magyarul van. Ez most nagyon sok mindenkinek biztos segítség volt egyébként, aki igen. Sajnos nem beszélnek olyan jól angolul. Miről szól pontosan ez a klip? Igazából, aki figyel, a többsége az egyes szám második személyben szól. Nevezhetjük ezeket intelmeknek, jó tanácsoknak. Valahogy ezt úgy kell elképzelni, hogy kicsit ez a dal saját magamnak szól. Tehát amikor nem tudom, rosszul vagyok, nincs elég önbizalmam, vagy kéne valami segítség, akkor tök jó, és ezt most ne értsék félre, nem nagy képűségből, de ha meghallgatom, és nem az a saját magamat, csak a saját szövegemet, amit egyszer egy adott érzésből leírtam, akkor abból is tudok nyerni akár önbizalmat, akár pozitív dolgokat, és igazából arról szól, hogy bizonyos élethelyzetekben hogyan reagálj, hogyan viselkedj, mit csinálj, mit ne csinálj, nyilván semmit sem tiltva, csak egy saját tapasztalatokból is építkezve, hogy az adott szituációban lehet, hogy ez lenne a jó lépés, és nem a másik. És hát ugye a refrénje meg az, hogyha esetleg ez mégsem sikerül ennek ellenére, akkor se add föl, mert lehet mindig, és kell, hogy mindig legyen egy B-terved, azaz, hogy tudj tovább lépni, és legyen más is. Egyébként akkor itt most visszakanyarodva egyébként, ahol, amit az előbb mondtál, tehát akkor a te szöveig elsősorban a fiatalokhoz szólnak. Gyakorlatilag ezt mondhatjuk. Mondhatjuk, igazából nem... Kicsit ilyen népnevelő szándék. Hát ezt túlzásnak érzem, hogy még 26 éves sem vagyok, hogyha nem szeretném, hogy ezt a jelzőt irám sütnéd. Annyi tény, és az igaz, hogy van olyan dalom is, ami nyilván kevesebb tartalommal bír, de soha nem szeretnék átesni a ló túlsó oldalára, hogy nem akarok példát hozni, de az a lényeg, igen, hogy ezek főleg saját érzésekből, saját élettapasztalatokból táplálkoznak, és mindegyikben szeretném, hogy nem azt mondom, hogy az összes 48-52 sor az mindegyik egyes, mindegyik nagyon-nagyon tartalmas legyen, de a többséget, tehát legyen mondani valója összességében. Igen, az nagyon fontos, hogy az előre említetted, hogy ez elsősorban csak hobbi szene, de gondolom, hogy biztos vannak nagyobb terveid ám, majd amiket szeretnél azért megvalósítani, és amit mondjuk elérhetőnek is látsz esetleg. Hát vannak. Szerintem anélkül egyébként felesleges csinálni, nem csak ezt, hanem úgy bármi más, tehát kell, hogy az embernek legyenek céljai, viszont az is fontos, hogy ne tűzünk ki nagyon nagy célokat, főleg elsőre, mert abból biztos, hogy 99%-ban csak pofára esés lesz a vége, és ez tök felesleges, és tök rossz. Tehát szerintem első lépés, ugye? Én elfogadom, de erre kis esélyt látok most és később is.
Igazából jelenleg nyilván a többi olyan előadóhoz képest, akiket már azért ismer a magyar rap hallgatók többsége. Én először csak szeretném magamat felhelyezni a térképre, hogy minél több emberhez jusson el a zeném. Nyilván jó lenne, hogyha általában összességében pozitívan beszélnének rólam és a szövegeimről, de ezt az évet, vagy ezt a fél évet mondjuk így én erre szeretném szánni, hogy vannak a tarsolyban dalok, és nem lemezben gondolkodom, meg nem is több dalt egyszerre kiadva szeretnék, hanem folyamatosan mindegyik dalhoz egy-egy videót készíteni, akár jó darabig még így sajátkezülek, hogy folyamatosan ebből is tanuljak, és nyilván az is cél, ha így veszük ilyen szempontból, hogy olyan dalt minimális költségvetésből készíteni, hogy legyen egy darab jó ötleted, és azt mondják, hogy hoppá, ez igen, ebben van valami. Igen. Hol lehet téged legközelebb látni egyébként fellépés szempontjából? Az még nincs. Fellépés nincs. Nem is tartanám egyébként jónak, tehát volt egy-két húsza megkeresés, de én ezt így egy halvány mosoly kísérletében visszautasítottam. Tehát előbb szeretnék azért 5-6 olyan dalt és klipet letenni az asztalra, ami után azt mondom, hogy nyugodt szívvel állok ki, akár csak egy 20-25 percre. Úgyhogy inkább a kérdésre picit másképp válaszolva, remélhetőleg márciusban egy új dalhoz jön egy új klip, és akkor azt lehet majd nyomon követni a Facebook oldalon is, és a YouTube-on is. Na, de pont ezt akartam mondani egyébként, hogy akkor a Facebookon felmegy ezek szerint. Ott fent vagyok, igen. Meg lehet téged találni. Meg lehet, abszolút. Szuper, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és akkor remélhetőleg márciusban újra találkozunk. Így legyen, köszönöm szépen a meghívást.